A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit március 7-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban közönség találkozóval, a Szép Magyar Beszéd verseny összefoglalójával, költői esttel, a hagyományos Vas Albert maratonról szóló tudósítással és farsang búcsúztatóval várom önöket. Tartsanak velünk! A házasság hete keretében játszunk szerelmet, gyermeket, családot, Miért vágyik az ember jóra címmel rendezték közösség találkozót a Szent István Művelődési Házban. Az est vendége Seffer Erzsébet, Pulitzer-díjas újságíró volt. A házasság hetéhez kapcsolódóan a Szent István Művelődési Ház vendége volt Seffer Erzsébet, számos sikerkönyv szerzője, a Pulitzer emlékdíjas újságíró, író és publicista Jankó Laura moderálásával a Játszunk szerelmet, gyermeket, családot, Miért vágyik az ember jóra című beszélgetésben vallott elveiről, gondolatairól. Nagy tisztelettel vagyok az iránt, ahogyan Erzsébet az élethez, a történetekhez, az emberhez közelít. Ez egészen rendkívül és tiszteletre méltó, és az emberben egy ilyen szóval egy ilyen félénkséget vált ki ez a nagy tisztelet, és óhatatlanul azt szeretné, hogyha megúszna minden hibát, balesetet, és hogyha hagyná érvényesülni Erzsébetnek azt a csodát, ami Erzsébetben van, hogy tud beszélni az életünkről, a hétköznapjainkról úgy, hogy nem érezzük magunkat jelentéktelennek, rossznak, hibásnak, hanem a teljes salakmentes emberi létezésnek, ami úgy jó, ahogy van. És ezt ő nagyon jól tudja mondani, nagyon jó hallani ezt tőle, és nagyon jó hallgatni őt. Úgyhogy én nagyon izgulok, és nagyon várom, hogy halljam őt. Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen beszélgetés a hétköznapot is ünneppé teheti, ha figyelünk és próbáljuk megtartani a tanulságos történeteket magunknak? Én azt gondolom, hogy nagyon régóta nem a vasárnapok és az ünnepnapok az ünnepnapjaink, hanem azok a pillanatok, amik a hétköznapokon történnek meg, amelyeket megélünk, és idézőjelben megszentelünk, hát nem idézőjelben, de a szónak abba az értelmében, hogy egyszerűen rácsodálkozunk arra, hogy élünk. Na, az az ünnep, nem az, amit piros betűvel szednek egy kalendáriumba, vagy amit egy alkalom apropóján megünnepelünk, hanem az, amikor megéljük a lét örömét, az az ünnep. De lehet a lét szenvedését is megélni egy ünnepnek, mert akkor történik valami az emberrel, ami nem hétköznapi. Azok az ünnepek, nem azok, amelyeket a kalendáriumba beírunk. A találkozón megtudhattuk, hogy Seffer Erzsébet sohasem volt rest útra kelni bizonytalan kimenetelű találkozásokért, mert volt mersze állítani, hogy a fontos történetek nem feltétlenül csak híres emberekkel rivalda fényben esnek meg. És ez nem csak azért hiteles, mert a rábízott szavakkal együtt mindig elfogadta bónuszként kapott barátságokat, hanem mert Seffer Erzsébet számára fontos, hogy a tanítás és a valóság találkozzék. Azt hiszem, én legalábbis ezt fogom próbálni elmesélni, vagy mindig ezt próbálom, hogy történeteket mesélek. Egyrészt a saját életünkből, meg hát egy ilyen nagy leskelődő vagyok, azt hiszem. Ilyen figyelős ember, aki most például a vonaton velem szembe ült egy nagyon kedves fiatal lány,
fülhallgatóval, és egy öreg könyvet olvasott. Az öreg könyv az, mit tudom én, egy olyan 60-as, 70-es évekbeli könyv volt, és furdalt a kíváncsiság, hogy mi ez a könyv. És megkérdeztem tőle egy idő után, hogy ne haragudjon, mit olvas? És azt mondja, hát a dédimamám polcáról vettem le, és megmutatta egy régi orosz regény. És mondom, tetszik? Azt mondja, még csak most kezdtem bele. És azt éreztem, hogy mondom, nem haragszik? Azt mondja, ó, semmi, nagyon szívesen. Szóval hogy rögtön van egy kapcsolat azonnal, ha az ember talán úgy szólítja meg, tehát az örök dolgokról is ugyanígy lehet szerintem beszélni, mert ugyanazt érzi, akit megszólítok, vagy akit figyelek. Igen, hát ha nem valóságos valami, lehet elképzeld, meg lehet fantázi, de én azt gondolom, hogy az, amiben élünk, az a közeg, ez a közeg szót sem szoktam mondani, az, amiben élünk, az a valóság, az a tapasztalás, az továbbadja, amit az ember tud és megél. A beszélgetés hozadéka nem is lehetett más, mint hogy a szép számú közönség megtapasztalhatta, milyen is az, mikor a hétköznapok teljessége megmutatja az emberi lét útját, megbecsülve a mindennapok pillanatait. Az István Király Általános Iskola adott otthont az idei Szép Magyar Beszédversenynek. A Fejér megyei fiatalok két kategóriában mutatták be tudásukat a szakmai zsűri előtt. 100 és 100 versorban a fejünkben. Iskolában tanult, hallott klasszikusok és a tévéből ismert reklámversikét, gyerekkorunkból hozott kiszámolók, csúfolók, találós kérdések, mesék részletei, Vörös Sándor és gazdagázsi töredékek. Aztán később megtanultak. Népdalszövegek, slágerszövegek, kedvenc és utált együtteseink szövegei, és emlékkönyvekbe jegyzett, levélben küldött és kapott verszakok, barátunk egyszer megmutatott alkotásai. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinczy Díj Alapítvány Pécsi Blanka emlékére kuratóriuma a 2022-23-as tanévre is meghirdette a Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszédversenyt az általános iskolák 5.-8. évfolyamos tanulói részére. A Fejér megyei megmérettetésnek az István Király Általános Iskola adott otthont. Varga Tamás Székesfehérvár országgyűlési képviselője, honvédelmi miniszter helyettes köszöntőjében hangsúlyozta, fontos, hogy a fiatalok egy ilyen verseny keretében is bemutassák, hogy a magyar nyelv, a szép beszéd, a helyes fogalmazás, Kazinczy öröksége a 21. században is fontos. Egy fantasztikus, gyönyörű és tartalmas nyelvet örököltünk szüleinktől és az őseinktől. Egy olyan nyelvet, aminek azt hiszem, hogy nincsen párja Európában. A különös gondolkodásunkat is azt gondolom, hogy a magyarok különösen gondolkoznak az okozza, hogy van egy különleges nyelvünk, egy gyönyörű nyelvünk, és ez most egy nagyon-nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekek megmutassák, hogy hogyan fogják ők tovább őrizni ezt a nyelvet, hiszen a szép magyar beszédről szól a verseny, a szép magyar beszédben versenyeznek. Ez egy nagyon nehéz műfaj. Én magam is több mint 40 évvel ezelőtt részt vettem ilyen versenyen. Szihetetlenül nehéz, hiszen egy matematika versenyen elgondolkozik az ember, magába zárkozik és megoldja a feladatot. Itt saját magával, a saját testével és a hangjával kell szerepelni és megmutatni azt, hogy mit tud. Talán ez az egyik legnehezebb. De köszönöm szépen a gyerekeknek, hogy ilyen sokan részt vesznek ezen a versenyen, és kívánok nekik fantasztikusan jó versenyzést. Az István Király Általános Iskola igazgatója örömének adott hangot, hogy ebben az esztendőben ők adhatnak otthont a nemes versengésnek, amely egy komoly jövőképet mutat, és nem csak a fiatalok generációjának, de a felkészítő pedagógusok munkáját is minősíti. Örömünkre szolgál, hogy ismét
vendégül láthatjuk a megyei iskoláit, 19 iskola 57 tanulója nevezett, és minden iskolából a legjobbakat nevezték, ami azt jelenti, hogy erre a versenyre kell egy hozott szöveggel készülni, amit tolmácsolnak a zsűrinek, majd megkapják az ismeretlen Kazinczy alapítvány által küldött ismeretlen szöveget, amire 5 perces felkészülésük van, és a zsűri előtt ezt hibátlanul, hangsúlynak megfelelően úgy kell kommunikálni, mint egy tévében mondónak, hogy értelmes is legyen, hibátlan is legyen, és mindenki számára érthető. Úgyhogy erre a szaktanárok nem kis erőbefektetéssel készülnek, és azt gondolom, hogy ezek a gyerekek nagyon szépen olvasnak, a szókincsük nagy, és ahhoz, hogy tudjanak értő hangsúllyal olvasni, ahhoz érteni is kell a szöveget elsőre, és ez nem mindegy. Én nagyon remélem, hogy egyre több ilyen kezdeményezés lesz, vagy folytatása ennek. Most ezek a tanulók, akik tovább jutnak Balatonboglárra, mehetnek tavasszal, áprilisban, és ott képviselhetik Fejér megyét. A zsűriben számos székesfehérvári és Fejér megyei pedagógus mellett helyet kaptak városunk újságíró társadalmának jeles képviselői is. Mellettük Oszter Alexandra színésznő számára megerősítést jelent, hogy esztendőre a fiatalok bemutatják elkötelezettségüket a magyar nyelv iránt, ahogy ezt annak idején ő is tette. Olyan gondolatokkal vállaltam el a zsűrizést, hogy rettentesen boldog vagyok, hogy ma is láthatok sok-sok fiatalt, aki erre jelentkezik. Annó egy jó 20x évvel ezelőtt én is jelentkeztem ezekre a versenyekre, és nyertem is 2-szer is Kazinczy versenyt, és nagyon szerettem. És egy kicsit aggódva figyeltem, hogy hányan fognak jelentkezni, mert úgy tapasztalom, hogy a technika fejlődésével egy kicsit megcsappant az érdeklődés az irodalom irányába, és ez engem mindig aggodalommal tölt el. Amikor az igazgatónő szólt nekem, akkor természetesen azonnal igen mondtam, ha csak nincs előadásom, én biztosan itt vagyok. Nekem nagyon fontos, hogy a fiataloknak valamit átadjunk, vagy ha csak egy mondattal is, vagy ha csak a jelenlétünkkel is, de segítsük őket, hogy kedvet csináljunk nekik a kultúrához, meg hát a nyelvünkhöz is, hogy ápolják ezt. A versengésen megjelent a városrész önkormányzati képviselője, Viza Attila is, aki úgy fogalmazott, büszke arra, hogy Székesfehérvár újra otthont adhat ennek a nagymúltú vetélkedőnek. Nagyon örülök és büszke is vagyok, hiszen nem csak a sportban aktív az iskola, hanem az ilyen szépbeszéd nyelvenben és egész más tanulmányi versenyekben is. Szeretnék hálát és köszönetet kifejezni a tanerőnek, illetve azoknak a tanároknak, akik ennek a lebonyolításában részt vennek, és hát nyilván a gyerekeknek is sok sikert kívánunk, és a felkészítő tanároknak is szép számmal érkeztek, és ez azért biztató. A verseny Székesfehérvári és Fejér megyei diákjai közül a két-két győztes áprilisban a Balatonbogláron sorra kerülő országos döntőn képviselheti iskoláját. Takács Imre, József Attila díjas költőre emlékezett a Vörös Marti Társaság, a találkozón megidézték a legendás lírikus életművét. Folytatódott a Vörös Marti Társaság megemlékezés sorozata. Pénteken este az Irodalmi Társaság Kossuth utcai otthonában a magyar léra 20. századi klasszikusa, városunk díszpolgára, Takács Imre József Attila díjas költő életművét idézték meg, dallal, verssel, nagyívű gondolatokkal. Korosztályának és annak a korosztálynak, annak a nemzedéknek, amelyiknek ő tagja volt, az egyik legkülönösebb és az egyik legértékesebb képviselője Takács Imre. Magával hozta Rábas Ömjén sok-sok szépségét és nyomorúságát is, aztán a fehérvári élményeket, és természetesen hát a budapesti életének az élményeit és az ebből született verseket, írásokat. Nekünk itt fehérváriaknak azt hiszem, hogy az ő személyisége különösen sokat
jelentett, nem csak költőként, nem csak mint költő, hanem mint ennek a városnak a rendkívül színes egyénisége, akiről hát azt hiszem, hogy muszáj megemlékeznünk. Elárulj csillagképek, Takács Imre emlékének. Amerre jártál, szálkás darabokra hasadtak a porszáraz értelen napok. Tarisznyádból csodákat rángattál elő, romos, varázsló emlék. Koszos címkéi üvegetben fájdalom csíngel ragyogott verítékes tendők között. Markot szorításában felsziszelt zsíros bicskád, amin fadarab szeretteid helyett kenyeret szedtél beéjjel, könyörgő, éhes kardusaidnak. Az est megerősítést jelentett a költészet barátainak is, hiszen ismét bebizonyosodott, hogy az a stílus és forma, amit Takács Imre képviselt, és az, hogy a jelenben is az őszinteség költői között tartják számon, ami a diktatúra idején megélt sorsrontó időkben komoly küzdelmet jelentett, arra a ma embere is büszke lehet. El ne felejtsük az ő csodálatos költészetét és a személyiségét, amivel ebben a városban nagyon mély nyomokat hagyott. Én ezt próbálom most erősíteni, és ehhez próbálok hozzájárulni ezzel a felolvasó esthez, és azt hiszem, hogy ez egy igazán méltó sorozat lesz. Legutóbb Sobor Antalra emlékeztünk ilyen módon. Ma este akkor Takács Imrére fogunk, következő alkalommal terveim szerint Bódás Jánosra, és így tovább. Sok-sok emlék fűz valamennyiünket ennek a generációnak a tagjaihoz. Én például, hogy is mondjam, az ő költészetükön és az ő ővelük való kapcsolaton nevelkedtem. Csodálatos élményeim vannak velük kapcsolatban, úgyhogy ezt egy szolgálatnak tekintem. Takács Imre életművének megidézése kiemelten fontos a mában, hogy eljussunk a valósághoz, mert ahogy ő annak idején megfogalmazta, csak a féle megemelt önéletírás, amit a verselém művelek. Érettkori verseim zsúfoltak a példázatokkal ugyan, és ezáltal tükörképei a kor valóságának eképpen is, de csak egy-egy emelkedik föl egészében alkotott példázattá. Az evangélikus egyház község gyülekezeti háza adott otthont a hagyományos Vas Albert maratonnak. A felolvasó est előtt a Szent István művelődési házban megkoszorúzták az író domborművét. Pénteken este, ahogy a világ számos más magyar közössége mellett, Székesfehérváron a Szent István művelődési házban is Vas Albertre emlékeztek. A rendezvény a 115 esztendővel ezelőtt született erdélyi író domborművének megkoszorúzásával kezdődött. 8. alkalommal Székesfehérváron megrendezzük a Vas Albert felolvasói estet. Hogy miért pont Vas Albert? Talán azért, mert az ő sorsa és az ő élete példamutató lehet az emberek számára, a magyarság számára. Gondolatai, olvasmányai, versei, meséi mindenkinek tanulságos és nagyon olvasmányos. Vas Albert talán az egyik olyan erdélyi író, akinek a hazaszeretete példamutató, és túlmutat a határon. Ezért már a kinti, tehát külföldön élő magyarok közössége is egyre többen kapcsolódik be ebbe a Vas Albert maraton sorozatba. Embersége, akkor a hazaszeretete, és az a vágyódás, amit a földje, a természet és az emberek iránt mutat, ez mindenkinek a lelkébe talán kinyit egy kaput. Vas Albert egyhányatatott életű író volt, költő, mert hazájából menekülni kényszerült, mindig vágyozott haza, vágyozott a
hegyeihez, és nem adatott meg neki, hogy visszatérjen a saját hazájába. Ezért a könyveiben mindig említette, mindig dicsérte a magyar hont és a magyar embereket. A néma főhajtást követően az Evangélikus Egyházközség gyülekezeti házában megemlékeztek a nemrégiben elhunyt marosvásárhelyi származású Lukácsi Józsefről, aki közíróként és a közélet meghatározó szereplőjeként is sokat tett városunkért, majd megkezdődött a Vasalbert maraton, ahol a résztvevők személyes formában mondhatták el a számukra kedves Vasalbert költeményeket és írásokat. Én úgy gondolom, hogy hadd nevezzem csak Józsinak, mert én olyan viszonyban voltam vele, tehát hogy a Józsi itt van velünk, mindenképpen itt van velünk. A Tibor volt olyan kedves, hogy kikészített egy képet is, hogy emlékeztessen az ő rá. Nagyon fontosnak tartom azt viszont megemlíteni, hogy önálló képviselői indítványként én kérelmeztem a városvezetés fele, hogy legyen egy Székesfehérvár a Kárpát-medencéért díj, amit jóformán minden képviselő egyetértett ezzel az ötlettel, ez már ki is lett hirdetve olyan értelemben, hogy ez a díj már létezik, és már 4 képviselő nevében én be is adtam a javaslatomat, hogy 2023-ban az első díjat posztumusz dr. Lukácsi József kaphassa, és ebben szerintem teljes egyetértés lesz, szerintem ő egy olyan ikonja volt Székesfehérvárnak, aki azáltal, hogy az én szülővárosomból, Marosvásárhelyről származik, megérkezett, és ő is úgy nevezte Székesfehérvárt, mint ahogy én is szoktam, hogy második szülővárosom, hogy meg tudta tartani azt a Székelyföldről érkező Lukácsi Józsit is Székesfehérváron, meg tudta azt mutatni, és igazából egy kapocs volt a magyarországi magyarság, illetve az erdélyi magyarság között. Szerintem nagyon sokat köszönhetünk neki olyan értelemben is, hogy kvázi zászlóvivője volt sok olyan rendezvénynek, amely megvalósult Székesfehérváron, és azóta is éli önálló életét. Itt például az irodalmi erdélyi, és a határon túli irodalmi estre gondolok, ami már egy rendezvény sorozattá nőtte ki magát, ott is zászlóvivő volt, és mindig is arra törekedett, hogy próbálja az erdélyi kultúrát, illetve a külhoni magyar kultúrát megismertetni azokkal az emberekkel, akik Magyarországon nyitottak erre. A Kárpát-medence és a nagyvilág magyar közösségeinek összefogása a határokon átívelő szép irodalmi ünnepen ismét bebizonyosodott, hogy a nagyívű életmű megidézése a Vasalbert maraton hozzásegít bennünket az együttgondolkodáshoz, a megértéshez is. Buk Tibor színművész és vendégeként Lőrinc Judit operaénekes és a Horvát Fivérek léptek fel a Szent István Művelődési Házban. A kiváló hangulatú farsangbúcsúztató koncerten teltház fogadta a művészeket. Kivételes zeneiesnek lehettek tanulni, akik vasárnap a Szent István Művelődési Házat választották farsangfarki kikapcsolódásul. Székesfehérvár és az ország kedvence Buk Tibor és a nagyszerű Horvát Fivérek, Emi és Péter ezúttal is egy olyan művészt invitáltak meg műsorukba, aki saját műfajában a legmagasabb szintet képviseli. Vendégükkel, Lőrinc Judittal, a varázslatos szopránnal, felejthetetlen estével ajándékozták meg a nagy érdeműt. Szembesültünk egy csomó olyan lehetőséggel, egy csomó olyan játék lehetőséggel, amiket mi be is építettünk, gyorsan ripsz-ropszit, a technikusokat jól megőrítettük, de be is építettük a kis műsorunkba. Mindenféle meglepetés lesz áthozzéig. Lőrinc Judit a 21. század valóságos meséinek hőse, aki Szolnokról indulva magánénekesként bejárta a földet vendégszerepléseivel, hogy aztán Péter zongora és Emi hegedű kíséretével egyedülálló módon az éj királynőjeként hódítsa meg a klasszikus muzsika barátait Székesfehérváron is.
Nagyon örülök, hogy újra, immáron másodjára jöhetek Székesfehérvárra, és üdvözölhetem, és varázsolhatjuk el a nézőket. Én magam hát mindig nagyon-nagyon nagy izgalommal jövök minden koncertre, de különösen Fehérvárra, hiszen tudom, hogy itt a fiúknak már egy múltjuk van, ha így fogalmazhatok, és hát számomra is ez egy nagy megmérettetés, hogy itt lehetek közöttük, akik annyira összeszoktak, és nagyon, immáron azt hiszem 15-16 éve játszanak együtt. Mindig nagyon izgulok, mert mindig olyan vegyes és sokrétű a program és a dalok, amiket játszunk operától a magyar nótáig és az operettig, hogy ez mindig egy nagy kihívás számomra, de mindig annyira nagyon szívesen és nagy szeretettel jövök. Buk Tiborék egyedi zenei világa mindig csodát tartogat a hallgatóknak, a horvát fivérek pedig méltó társai az ikonikus repertoárnak, a mámoros vigasz és a felhőtlen jókedvet sugárzó dalok egyaránt felcsendültek előadásukban. Fehérváron nagyon szeretünk játszani, hát szinte itt lakunk mi Székesfehérváron, és igazából a tanulmányainkat is a testvéremmel itt végeztük és csináltuk. Hát a mai estére hoztunk nagyon sok meglepetés, többek között új filmzenéket, amiket mi feldolgoztunk a mi kis stílusunkban, és rengeteg magyar nóta lesz, csárdás, tehát ami teljesen egy új műsort hoztunk most a Székesfehérvár közönségnek, úgyhogy ezt most fogják először hallgatni és először látni, mert nagyon sok olyan elem is lesz benne, ami tulajdonképpen egy vizuális újdonságot is belecsempészünk ezekbe, gondolok itt a ruházati kiegészítőkre is, úgyhogy most nagyon-nagyon ilyen komplex új előadást hoztunk ide. Tiborral immáron 16 éve barátok és kollégák vagyunk, és nagyon nagy öröm számunkra itt Székesfehérvár, mert itt ismerkedtünk meg, és nagyon szeretjük a Székesfehérvár közönséget, és itt játszani, mivel tehát mindig új műsorral készülünk az előadásokra, és mindig újat csempészünk bele, és nagyon interaktívak az előadásaink, így mindig nagy örömmel jövünk Székesfehérvárra. Minden esetre a Teltház megerősítette, a koncert az ideális helyszínen a rendhagyó műsorválasztással együtt teli találat volt, a közismert operettslágerek és a sok más kedvelt nóta bizonyosan elkíséri a zenebarátokat. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.